3-1, egy szöges drótokkal, hordókkal, kordonokkal, sorompóval berendezett mobil ellenőrző ponton szimulálták a nyíregyházi második vitézmattaljanta területvédelmi ezred katonái, milyen tüzetesen néznek át egy autót éles helyzetben. Jó napot kívánok! Ön most egy ellenőrző átkeresztő ponthoz érkezett, át tudjuk vizsgálni a gépjárművet és személyet. Kulcsokat a műszerfalra, állítsd le, köszönöm. Kulcsokat a műszerfalra, kezeket látható helyre. Kiképzői kérdéseket tettek fel a gyakorlat közben, és különféle tanácsokkal látták el a tartalékosokat. Hétfőn a Magyar Tartalékosok Napja alkalmából tartott bemutatóval egybekötött tájékoztatót a 2018-ban megalakult ezred, a tartalékos rendszer aktuális helyzetéről, a jelentkezés lehetőségéről, és arról, miért lehet vonzó és kiszámítható a pálya sokak számára. A hivatásos szerelős katonák tekintetében egy életpálya modell az, ami biztosítja, hogy a katona tudja tisztességes munkával, folyamatos tanulással, fejlődéssel, néhány év szolgálattal, vagy egy-két évtized szolgálattal hova juthat el, milyen karriert építhet magának. Azon túl a tartalékos katonák tekintetében is van egy motivációs csomag, az elérhető juttatások rendszere, azon túl, hogy szerződés, kötési díjat, rendelkezésállási díjat biztosítunk a tartalékos katonáknak, mindenki a viselt rendfokozatra megfelelő illetményt kapja a teljesített szolgálat után. Ez legyen kiképzés célú, vagy valamilyen katonai feladatra behívás keretében teljesített szolgálat. Élelmezési ellátást, ruházati és felszerelési eszközöket is biztosít számukra a honvédség, valamint a munkába járás költségeihez is hozzájárul. A katonáknak emellett egészségügyi biztosítás és különféle rekreációs lehetőségek igénybevételére is lehetőségük van. A megyéből és a régióból egyébként mindig is sokan vállaltak katonai szolgálatot, és jelentkeztek a honvédség képzési rendszerébe. A nyíregyházi ezredhez is sok különféle korú tartalékos csatlakozik. Június 1-től vagyok az állományban. Igazából nagyon sokat tanultunk, határvédelmi feladatokra fogunk menni, kórházvédelmet fogunk szolgálni, de ezen felül én még tervezem további munkásságaimat a honvédségnél. A kertközben található épület együttesbe 2019-ben költözött ezred legfontosabb feladata az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány kiképzése. Jelentkezni egész évben lehet, ugyanakkor a pályázók fizikális, egészségügyi és mentális állapotának is megfelelőnek kell lennie, ahhoz, hogy felvegyék őket. A kettes területvédelmi ezred vonatkozásában elmondhatom, hogy magyar állampolgárok honvédelem iránti elkötelezettségét mutatja, hogy hónapról hónapra nő az ezrednek a létszáma. Gyakorlatilag itt annyit tudok elmondani, hogy idén a mai nappal már több mint 4000 katona az ezred állományában van, és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák létszáma is közel 3000 fő már az ezredben. 2017. április 1-én kezdődött meg a tobozás az önkéntes tartalékos katonáknak, tehát ez a szám azért mutatja, hogy ez alatt a rövid idő alatt jelentős mértékben csatlakoztak hozzánk. Idehaza több mint 11000 tartalékos teljesít szolgálatot szabad idejében, akár meglévő munkahelye vagy tanulmányai mellett. Az elmúlt hónapokban többször találkozhattunk velük kórházakban, határokon, idős otthonokban, ahol a koronavírus elleni harc feladataiban segítkeztek. Emellett az éves gyakorlatokban és akár külföldi missziós szolgálatokban is részt vesznek.